elején Bilicsi Fivadar lányától kaptam egy certit, amit véletlenül otthon hagytam, de emlékszem rá. Bill bácsi az egyik előadás előtt azt írta a certire, hogy a színész csak akkor lesz hallhatatlan, ha a közönség is az lesz. Gyurkovics Tibor azonban hallhatatlan marad, az egészen biztos, mert a színészek el is tudnak múlni, meg a közönség után ezek a könyvek, ezek mindig meg fognak maradni. Tehát ő hallhatatlan. Köszönöm a kedves vendégeinket, még két megemlékezés lesz, és akkor utána folytatódik a bortostolással a mai estünk. Most egy olyan megemlékező következik, aki egy Svéd Csaba bemutatni. Tibornak egészen egyedi, ismeretlen, talán ismeretlen új oldalát fogja felmutatni itt önöknek. Pályer András előadó művész, mindenki Pályer öcsiét szólítom. Hát egy furcsa epizóddal szeretném kezdeni ezt a mai megemlékezést, hiszen a nagyvizit kapcsán ez egy nagyon érdekes eset, nagyon örülök, hogy előtte pont erről beszélt Levicki Gabi. Szegény jó Tiborral a kórházban találkoztam először, a Szobi utcában, ahol egy kitűnő kollégámmal együtt feküdtek a kórteremben. Többet nem akarok erről mondani, hiszen Tibor meg fog nyilatkozni itt a képernyőn. Nem csak énekelni fogja a dalunkat, hanem utána mond pár szót, ami mindent elmond erről a találkozásról. Innentől kezdve mi nagyon jó barátok lettünk. Picin gyermekemnek aztán a harmadikas vagy negyedikes volt az elméki iskolában, egy magyar órát is tartott a kertben, és az osztálytársaira összegyűltek ott állunk 30-40 gyerek. Csodálatos élmény volt, de most először talán jelenítsük meg a költőt, mint énekes. Kérem szépen, hogy az első bejátszást egyébként ezt indítsd el. Elég érdekes lesz, remélem, ha önöknek ez tetszik, akkor mi folytatunk. De orvostolok, de mindenféleképpen szeretném ezt a librettót kiosztani, mint a Szent Misére, tudják követni. Jó, ezt a megzenésített gyönyörű szerelmes verset szeretném most önöknek prezentálni, a cappella, nincs zenei kísérlet, nem tudtam, hogy itt milyen lehetőségek vannak. Ezt a dalt Gyurkovics Györgyi 50. születésnapjára írtam, ez volt a titkos meglepetés. Tibor mondta, hogy erre a dalra írjak egy zenét, és a Rákai klubban volt egy nagy születésnapi randevú, és ott énekeltem el először, hát természetesen zenekari kísérlettel, de itt most ebben az esetben vagy úgy tudom elénekelni, fölteszük az eredeti felvételt, és itt nem tátolok, hanem ráénekelek, vagy minden néptől függetlenül elénekel. Jó? Jó? De, na. Hát az Oltalom című versről van szó. Én azt hiszem, hogy Gyurkovics szerelmes versei közül talán az egyik legszebb, engem legalábbis hát megindított egy picikét, és úgy gondolom, hogy hát egy többeknek tetszik, mint amire gondoltam. De döntsék el, a végén, ha nem tetszik, akkor mondják meg. Tessék. Az oltalomban, a két karod a két karomban, a szerelemben, a két szemed a két szememben, hogy szorítottam oltalomban, a két karját a két karomban, a szerelemben, hogy szerettem, két szemét a két szememben. És most látom, hogy mivé lettem, szerelmében, szerelmemben. És oltalmazva, oltalomban, már nem vagyok az, aki voltam. Ezerszer mégis újra kezdve, a két kezét a két kezembe, ha megvesztem, ha megvadultam, csak két karját a két karomban. Nagyon szépen köszönöm, én nekem a Gyurkovics
mondok, most még esetleg akkor bejátszanánk azt a második epizódot, ami nekem egy szerzői estemről van, ez a kis epizód bevágva, ez Pajer 33 címmel vettük fel a televízióban, nagyon régen volt, mindegy 15 évvel ezelőtt. A moderátor úr, akkor még nem tudtuk, hogy részt fog venni a kulcsárügyben, de azért nézzük meg. Működésemnek egy-egy epizódját. Én nagyon boldog vagyok, hogy hát az tényleg egy nagyon szerencsés véletlen volt, hogy összejöhettem vele. Mindig gravitáltam a költők felé, de hát tulajdonképpen el voltam, a lehetőségem el volt zárva, mert azt mondták, hogy Cseh Tamás már van egy, most még egy nem kell, a Magyar Hanglemezgyártó Állatba megzenésített verseket tőlem nem fogadtak el. Emlékét őrizzük meg, önök világosság fényeskedjen. Úgy történt, hogy egy írólvasó találkozó, amit nem akartak hazamenni az emberek, mert ilyen is volt, és még úgy hallgattak volna valamit, de már kifogtunk az előre kijelölt versekről, és akkor Tibor oda lökte hozzám a három kötetet, hogy akkor válasz! Lapoztam, persze én tudtam, hogy mit akarok választani, és akkor oda tettem elé, hogy jó lesz. És akkor Tibor azt mondta, hogy ez, hát meg vagy te őrülve, ez neked jó. Igen, ez most nekem nagyon jó lenne. És akkor azt választotta rá, hogy na jó, tehát egy tiszta hülye vagy. Úgyhogy ez a fecske című verse, ami így hangzik, hogy el kéne szállni fecske mód. Csak nincsen hozzá fecske mód. Nem ismerem a jeleket, villanydrót, kotta fejeket. Nem ismerem a csapatot, amelyik eliramodott. Talán a csapat jellene, és kitartása kellene. Feltesni még a levegőt a tükörtengerek fölött, és visszajönni, ha a nyár megint fecskékészt kiabál. Jövök! Azt mondani, ahogy a fecskék hangjai. Megyek! Így fecsekül. Minden emberben fecske ül. A fecske jaj. A fecske kód. Én